A vonalban Pálffy István Egerben, a KDNP szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm az ATV nézőit! Hát először is hadd gratuláljak ahhoz, hogy sikerült a puccskísérletet elhárítani. Tegnap óta minden híradás erről szól. Nem tudom, ön tudott-e arról, hogy puccsot készítettek elő Orbán Viktor ellen? Tudott-e korábban erről? Egész biztos voltam benne, hogy ez lesz az első kérdés, mert... Hát csodálja! Mert, hogy elsősorban nem a munka és az eredmények érdekesült, hanem mondjuk a megfogalmazás. De hát az egy demokratikus jogállamban eredmény, hogyha egy puccsot elhárítanak, nem? A helyzet szerintem a következő. Az, hogy mindazok a szervezetek, csoportok, ellenzéki erők, akikre a miniszterelnök úr hivatkozott ez ügyben, azok kétségkívül jelen voltak, és mondjuk úgy, hogy részlegesen szervezett, ez látható volt, erre figyelmeztetés is elhangzott, hogy majd decemberben jön egy újabb támadás. Ez volt az első nagy pénzügyi támadás utáni előrejelzés, és ez meg is történt. Azon kívül vannak nyilván olyan információk, titkos szolgálati információk is, amelyek ilyen jellegű aknamunkát alátámasztanak. Mindegy, hogy hívjuk, nem ez a lényeg. Ezt én értem, de hát azért Orbán Viktor pucsról és személye elleni pucsról beszélt, ami egy elég erős kijelentés. Mégis ki ellen történne, nem a római pápa ellen, hanem az ellen természetesen, aki itt a dolgokat vezeti és irányítja, és aki itt a meghatározó személyiség a politikában. Ez természetesen adott esetben elsőként Orbán Viktor miniszterelnök, és másodikként a kormánya, illetve az a politikai erő, amely vezeti Magyarországot. De ez ennyi, és nem hiszem, hogy több... Jó, hát ha ez ennyi, akkor beszéljünk másról. Egyfelől lehet hallani arról, hogy volt némi nemű vita Kósa Lajos és Orbán Viktor között. Kósa Lajos az ÁSZ elnökét találta meg egy Debrecennel kapcsolatos anyag okán. Másfelől pedig lehet hallani olyan kijelentéseket, amik például a budapestieknek és Tarlós Istvánnak üzennek a BKV ügyében, miszerint is a fővárosi közlekedési cég a tipikus esete annak, hogy szórják a közpénzt régi struktúrákra, és ehhez a kormány egy vasat nem fogadni. Ez gyakorlatilag olyan önbeteljesítő jóslat, tehát akkor a BKV-nak annyi. Ez ugye megint nem így van. Hát a dolgokat az emberek oldaláról kell nézni, és itt talán a BKV-nál lehet rátérni arra azokra a fontos dolgokra, amelyekről a frakciózás kapcsán igazán érdemes beszélni. És ez nem is az ÁSZ. Mert hogy az ÁSZ egy olyan jelentést adott ki, amelyben már nem vette pontosan figyelembe, hogy mik a költségvetési évnek a változásai. Ezek szakmai ügyek, itt nem volt semmiféle komoly vita vagy összeződülés Kósa Lajos és Orbán Viktor között. A lényeg valóban a BKV-nál kezdődik, de ugye azért azt látni kell, annyiszor elmondták meg ebben a tárgyban is, hogy az a pénz ott van és egy feltételhez van kötve. És szeretné látni egyébként nem csak Orbán Viktor, hanem szeretné látni a vidéki képviselők nagy része, döntő része, hogy a BKV is megteremti magának azt a mozgásteret, pénzügyi mozgásteret, amit a költségvetés átalakításával, takarékoskodással, egy teljes fővárosi közlekedési koncepció kialakításával meg lehet csinálni. De erre van még idő, képviselő úr? Mert ugye a BKV kapcsán hetekről, néha napokról, jó esetben egy-egy hónapról beszélnek, nem hosszabb távról. Nézze, szóval megnyugtathatok mindenkit, nyilvánvalóan a budapesti közlekedési vállalat nem fog leállni. A szolgáltatást biztosítani kell. Abban a pillanatban, hogyha odáig elérünk, akkor nyilván a kormány meg fogja tenni a magáit ez ügyben, akár felszabadítani abból a keretből, ami most zárólva van, költségvetési keretből, arra az esetre, hogy a BKV megteszi a magáit, és a főváros megteszi magáit ez ügyben. Úgyhogy az emberek ebből nem fognak érezni semmit. Mégis az, hogy közös pénzünket költjük egy rossz struktúrára, aminek valami módon záros határidőn belül meg kell változni. Tudom, a március, amikor a hiteleket nagy arányú törlesztésbe kell fogni, meg kell kezdeni, az egy közeli időpont, de meg lesz a megoldás.
az a hír szivárgott ki, nem tudom, megerősíti vagy cáfolja, kiderül, hogy kifejezetten jókedvű és jó hangulatú megbeszélés kezdődött, majd amikor jöttek a képviselői felvetések, a kérdések időpontja, akkor Orbán Viktor sokkal keményebben fogalmazott, és a jó hangulat elillant, mert kiderült, hogy igazából ott és ezen az értekezleten, megbeszélésen, tárgyaláson nem lehet elérni semmit Orbán Viktor korábbi elképzeléseivel szemben. Lásd például a Lázár-féle önkormányzati hitelmegoldás javaslata, vagy például a felsőoktatási keretszámok, amik kiszivárogtak. Gondolom volt más téma is. Ez helytálló ez a megközelítés? Nem, nem, egyáltalán nem érzem, hogy ilyen történt volna, sőt, egy politikai ciklus közepén vagyunk, amikor a képviselőknek fontos az, hogy az emberek szempontjából náluk helyben milyen ügyeket tudtak eddig elintézni, megcsinálni, megvalósítani, és hogy a hátralévő időben mit lehet még megtenni, ami eddig esetleg elmaradt. Ezek nyilván 176 egyéni kérdést is felvethetnek sokszorosan, de mondjuk az említettekkel kapcsolatban sem volt rossz hangulat, vagy keménység, vagy ilyesmi, hanem mondjuk az önkormányzati hitelállományok ügyében arról van szó, hogy hát ahány ház, annyi szokás, ahány önkormányzat, annyi helyzet. Van eladósodottabb is, és van, hát aki mondjuk Zalaegerszeg például, hát hitelek nélkül néz neki ennek szembe ezzel az új esztendővel. Tehát itt is ezer megoldás van, és mindenkinek személyre szabottan magának kell kimódolni azt, hogy az eladósodottság függvényében hogyan tárgyal a bankokkal, hogyan alakítja a költségvetését. De vannak megoldások arra, és vannak tervek arra is, hogy azután, hogy az emberek adósságcsapdáját a kormány bezárta, és gyakorlatilag a tavaszon 500 000 ember kikerülhet még belőle végérvényesen, hogy azok után a vállalkozók és az önkormányzatok hogyan lesznek ebből kiszabadítva, felszabadítva, de azért ez egy több lépcsős és hosszabban elhúzódó folyamat kell, hogy legyen, mert a bankrendszer tépelégé terhelte mindaz, ami eddig ez ügyben történt. Képviselő úr, ma folytatódik egerben a tanácskozás. Mire számít? A szakpolitikai kérdések mennek tovább. Én nagy eredménynek tekintem azt, hogy a felkészülés a törvényalkotásra elkezdődött azzal, hogy olyan egy ügyek kerülnek megint előtérbe, amelyek az emberek terhein csökkenthetnek. Itt van a hulladékgazdálkodás, ahol a szemétdíjakról, nagyon fontos szemétdíjakról van szó, és ami az említett törlesztések kérdése, ahol az nagy eredmény, hogyha egy olyan államkötvényprogram indul, amiben az emberek részt vehetnek azután, hogy nyilván felszabadulnak tartalékaik, és a hazai államkötvénypiacon is el lehet érni azt, hogy belföldi magánszemélyek, vállalatok finanszírozzák ennek az országnak az adósságát, és ezt a közös terhünket csökkentsük is ezzel. Ez a munka megindult, és ebbe az irányba halad, és ez a frakciólésnek a legnagyobb eredménye, hogy fölkészít a törvényhozásnak ezeket az időszakaira. Hát erre az eredményre ma eljutnak, akkor annak mi is örülni fogunk. Kíváncsian várjuk a híreket, és köszönöm szépen, hogy reggel a rendelkezésünkre állt. Köszönöm szépen az érdeklődést. Viszont hallásra.